Egyelőre három olyan zászlólóg a Continental Arena falán, amelyet a HEP kupa döntőjében szereztek a kék cápák. Hamarosan oda kerül egy negyedik is, a 2017-es harmadik hely, majd az azt követő két évben elért második helyezés után, ugyanis vasárnap célba ért a csapat, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks megnyerte a második számú hazai kupa sorozatot. A budapesti négyes döntőben elsőként az NB1B zöld csoportjában szereplő, de több korábbi válogatott kosaras felvonultató Újpestet kellett legyőzni. Ha nem is könnyen, de 98-86-ra megnyerték az elődöntőt Busz Ivánék. A csoportban klasszis játékosaik voltak, vannak, és megnehezítették a dolgunkat, extra dobóformát fogtak ki. Igazából jó kezdés után kicsit meg is elégettünk szerintem a pályán. Nem pörgött úgy a védekezésünk, ahogy a meccsnek az elején. Ezzel élni tudtak, és egy jó ritmus fogtak ki, ami miatt egészen a negyed végéig meg kell szenvedni a sikerért. A döntőben a bajnokságban a Nyíregyháza mögött második helyen álló BKG Prima Akadémia ellen izgalmas végjátékot követően 80-77-re győzött Siska János együttese. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen a két nagy testvér azért ők meghatározó játékosok is kellemetlen stílusban játszanak, nagyon sokat dobnak kintről. De én úgy éreztem, hogy végig kontrolláltuk a mérkőzést, itt a végére fel tudtak jönni, de akkor sem tudtak annyira, hogy átvegyék a vezetést, és a végén talán szerencsével, talán rutinnal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A torna legértékesebb játékosának a nyíregyházi Tóth Gergelyt választották, míg az osztrák csapatba Emmanuel Ubija és Mohácsi Máté került be a cápák közül. Éreztem egyébként már az elején, hogy talán az első hármasom, amikor bement az első mérkőzésen, hogy ez egy jó nap lesz, vagy jó napok lesznek, tehát végig úgy éreztem, hogy sül a kezem, úgyhogy vállaltam bátran a dobásokat, helyek közel azért be is mentek, de ahogy mondtad, az osztrák csapatba bekerültünk ketten is, de gyakorlatilag 5-6 emberek oda tudtam volna adni a csapatból, mert mindenki átlag felett itt nyújtott, és tényleg az egész csapat kellett ahhoz, hogy ezt a kupagyőzelmet el tudjuk élni. A nyíregyházi játékosok nem sokat pihenhetnek a kupagyőzelem után, pénteken ugyanis már bajnoki meccset játszik a csapat. A 20. fordulóban a Meosz Miskolc otthonában lépnek pályára Mohácsiék.